Cickafarkat, Orbánc fűvet és számos, másoknak akár gaznak tűnő gyógynövényt szedtek a résztvevők a Grábóczi réten, a már hagyományosnak számító esemény alkalmával. Nekem a lila kedvenc virágom, és kevez nagyon tetszik. Még soha nem voltam gyógynövény szedésen. Sokadik alkalommal szervezte meg a gyógynövénygyűjtést a Bonyhádi Krenclein Néptánc Egyesület. A megjelentek többsége kötődik a tánccsoporthoz. A kislányom táncol a Krenclein Néptánc Egyesületbe, a Cverge csoportba, és hát az ő meghívásukra jöttünk el, és elkísértem, hogy tudjunk gyógynövényeket szedni. Ez egy jó családi program, igen, és a gyerekek is élvezik szerintem nagyon, hogy tudnak gyógyfüvet szedni. Úgy kerültem ide, hogy én unokanéni mondta, hogy jöjjek, és nagyon tetszik, és ez a fehér a kerecske. Rittinger Hanna is az együttesben táncol. Minden évben el szoktunk jönni gyógynövény gyűjteni, hogy aztán csokrot készítsünk belőle, és megszenteljék a templomban. Mivel mind táncolunk, ezért a hagyományokat nagyon őrizzük, és fontosnak tartjuk. Pap Éva botanikus a népszokás eredetéről is mesélt. Elmondása szerint ő is egy idős nénitől tanulta meg azt, ami régen a mindennapi élethez tartozott. Ez egy nagyon régi hagyomány, tulajdonképpen a Benedictio Herborum, a virágok megáldása. Tehát részint egyházi vonatkozású, részint pedig ugye botanikai. Hát én a témával a botanikai oldalról találkoztam először, és akkor abból fejlődött ki a tulajdonképpen a kutatásom iránya, és utána pedig megpróbáltuk a Bálint Sándor által leírt, ő néprajzkutató volt, leírt lista alapján ugye megszedni ezt a hagyományos csokrot. Ami nem volt annyira könnyű, mert minden falunak szinte más virágcsokra volt, más növényeket részesítettek előnybe, és megváltozott az embereknek az élete 300 év alatt, annyira, hogy nem úgy szedjük a virágokat, ahogy azelőtt, mert azelőtt kimentek a falu határába, a földjeik végébe, vagy a kiskertjeikbe, és ugye nagymama ráért az unokával ugye kiballagni, és akkor ők vitték tovább a hagyományt. Ma pedig, ugye, amikor felelevenítettük, tulajdonképpen 70 év után ezt a csokorkötésnek a hagyományát, akkor egyedül mentem a néninek az utasítása szerint, mert ő azt hitte, hogy én perfekt sváb vagyok, és perfekt katolikus, és perfekt minden, és akkor szépen nagy örvendezve mondta, hogy na jale, mész oda a vízébe, és ott van a kvasztje, és felmész a Hochsterre, és ott van a Tonurtisztl, és ehhez hasonló, ugye régies kifejezésekkel, és akkor utána akkor lettem én Sherlock Holmes, hogy elkezdtem nyomozni a nevezett növények után, hogy mégis ették, itták, milyen színe volt, stb. És akkor ugye a botanikai háttérismereteim alapján ugye akkor szépen összejöttek ezek a növények. Volt olyan növény, amit 200-300 évvel ezelőtt is csak a látvány miatt szedtek bele a csokorba. Akkor arra asszociáltak, hogy az ég kék, és akkor ez Mária mennybevételi csokor, és akkor hát a Mária, Jézus anyja, hát meg kell koronázni, akkor legyen benne egy aranybogáncs, és így tovább. Tehát nagyon érdekes, régen ugye voltak Mária füvek, Mária szoknyája, pantalója, akkor papucsa, sőt még fülbe valója is volt, orrhengel, és akkor ezeket ugye vissza kellett fejteni, hogy melyik növényről is van szó. És a mai napon viszont ugye már a modern világban, a 21. században a kisgyermekek nem találkoznak ilyen kirándulásokkal, ahol csoportosan, élményszerűen egyáltalán rétet látnak. A gyerekeknek nagyon tetszik. Itt tulajdonképpen itt találkoznak ezeken a rendezvényeken először úgy a növényekkel, hogy meg szabad fogni, le szabad tépni, ugye nem úgy, mint egy kertben vagy a parkban, és ez nekik egy nagy. Egyébként majd, amikor bemegyünk a művelődési házba, akkor a virág csokor kötésbe is remekelnek, tehát fantasztikusan megtanulták, tudják, hogy fog kinézni,
és a saját kívánságaik szerint is választhatnak bele növényt. Most én előre gyűjtöttem már zsidó cseresznyét, mert már azt a határban nem találjuk meg, ami tulajdonképpen tehát a népi vallásgyakorlásban Jézus szíve, egy nagyon látványos növény. Azon kívül, hogy a végül elkészült, megszentelt csokrok távol tartották a betegséget a háztól, több babona is kötődik a hagyományhoz. Cickafarkot találtunk nagy tömegével, akkor mentát találtunk, illetve olyan gyógynövényeket, vagy amit a szentelt gyógyfűcsokorba bele szedtek, például a Mária Petstró, az a Mária ágyszalmájának nevezték, azt mindenképpen beleszedték, hogy azt a tanító célzattal, hogy amikor a csokorba beleszedték, hogy ez az, amit nem szabad a tehénnel megetetni, mert akkor megalvad a teje. Tehát ez egy nagyon érdekes, komplex csokor, tehát gyógynövény tulajdonképpen, vagyis hogy is mondjam, tehát példát mutatnak ezzel. Az egyszerűségre törekedtünk, ugye, mert a hagyományban is az volt, hogy ez egy, nem egy hivalkodó ünnep, tehát nem liliomot, rózsát, nem tudom, milyen kocsikerék méretű virágcsokrokat viszünk, hanem ez egy marokcsokor, ez büslein, ugye, svábosan. A lein az kicsinyítő képző, hogy csokrocska, marokcsokrocska. És ugye ezzel aztán holnap bevonulnak a templomba, a népviseletbe. Tehát ez szerintem kétszeres-háromszoros élmény a részükre. És hogy ez miért lehet fontos a mai világban? Közösséget formál, illetve a gyerekeket a természettel való kapcsolatra visszavezeti, mert ugye városokban élünk, falvakban, és gombokat nyomkodunk, hogy úgy mondjam, és ez pedig kiszabadulnak, visszaszabadulnak az emberek a természetbe, és aki gyerekkorában találkozik, az felnőtt korában a saját gyerekeinek is ráirányítja a figyelmét.